És ma csak annyi a posztom, hogy a témát körüljárjuk, miről lesz szó ma este, és bemutassam a előadót. Emlékszem, nagyjából 10 éve olvastam egy szakmai cikket, ahol ausztrál kutatók azt fejtegették, hogy autoimmun kórképekben, amikor ugye az izületek kezdenek fájni, és az emberek sajnos előbb-utóbb trollosztíbe kerülnek, akkor egy új terápiát kezdtek alkalmazni, ez pedig a bélsár transzplantáció volt. Tudom, rosszul hangzik, hogy egy embernek a bélrendszerét és területét teszik, és egy más egészséges emberből kap egy bélsár tartalmat, de azt írták le a kutatók annak idején, hogy aki ezt megkapta autoimmun izületi gyulladásban, az emberek néhány hét után effektíve kikeltek a tolószékből. Elképesztő eredmény. És emlékszem, annak idején ezt elvittem egy kongresszusra, ahol egy nagyon komoly professzorral megmutattam, és hogy is fogalmazzam, hát megmosolygott. Eltelt 10 év, és ott tartunk, hogy ma már a bélsár transzplantáció rutináljárás Magyarországon, illetve már kongresszusok arról szólnak, hogy a bélflóránk az hogyan működik, és hogyan lehet ezt rendben tenni. Aztán az is kiderült az elmúlt 10 évben, hogy a bélflóránk összetétele, színessége és tartalma lényegében minden betegségünkkel összefügg, ha már nincs olyan betegség, ahol ne találtuk volna kapcsolatot a bélflóra és az egészség között. És ma egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk, hiszen az is kiderült, hogy a bélflóránk minősége azt is meghatározza, hogy hogyan érezzük magunkat a saját bőrünkben. Hogyan gondolkodunk a jövőről, és hogyan mennyire vagyunk kreatívak, hogyan fogunk élni néhány év múlva. De erről nem én fogok beszélni, egy nagyon kedves barátom, aki igazi egy self-made man, abban az értelemben, hogy ő gyógyszerészként végzett, és gyógyszerészként úgy döntött, hogy nem akar gyógyszerekkel foglalkozni, hanem pont fordítva, gyógyszermentesen szeretne gyógyítani. És kutat, és fejleszt, és gyógyít. Elképesztő, és megtisztel minket azzal, hogy minden hónapban eljön közénk, ezt nagyon szépen köszönjük. Az Egészség Akadémia körben kapcsán minket fantasztikus információkkal ellát. Ha ön most először van közöttünk, akkor kérem a fotel karfájában kapaszkodjon meg, mert az ő előadásai magával ragadóak szó szerint. Akiknek többször hallottuk már őket, akkor tudjuk, hogy tollra van szükségünk és jegyzett tömre, hogy mindegyes információt rögzítsünk. Úgyhogy fogadjuk nagy szeretettel és nagy megbecsüléssel dr. Szűcs Zoltán. Zoli, tiéd a éter. Sziasztok, nagyon szépen köszönöm a bevezetőt. Üdvözlök mindenkit, és tényleg egy olyan mérföldkőhöz érkeztünk, én is úgy gondolom, mind az orvoslás területén, mind talán ennek az előadás sorozatnak is a területén, amikor egy picit össze is foglalhatjuk azt, amit így az eddigi előadásokban átbeszéltünk, egy vonalvezetést tudunk neki adni, ami a bélflóra mentén, de közben az idegrendszer mentén is egy vonalvezetés. Én úgy gondolom, az emberi szervezet egy rendkívül komplex és tudatos rendszer. Semmi nem történik ok nélkül az emberi szervezetben. Az, hogy folyamatokat évtizedekig vizsgálunk, és végül rájövünk, hogy kézenfekvő megoldások vannak. De sok idő telik el addig, amíg ezt a gyakorlatban, mindennapi életben tudjuk használni. És ezek az előadások talán a legjobb fórumok arra, hogy átbeszéljük azokat, amelyek itt vannak előttünk. Nem is gondolnánk, hogy milyen egyszerű dolgokkal befolyásolni tudjuk ezt a bélagy tengelyt, amiről ugye ma fogunk beszélni. A mindennapi életünk talán az enyém jobban, de az itt jelenlévők többségének talán nem azzal telik, hogy klinikai tanulmányokat lapozgat, hogy különféle szakmai folyóiratokba mélyed el, de mindenféleképpen higgyétek el azt, hogy napi szinten
több száz, több ezer tanulmány jelenik meg, amelyre igenis fel kellene kapnunk a fejünket. Egy idő, mire ezeket feldolgozzuk, és az információk összeállnak, akár egy ilyen előadássá. Úgyhogy én a mai napon egy olyan témával szeretnék nektek készülni, és már látjátok is ezt a bevezető diát, amely azt az alcímet kapta, hogy hogyan kommunikál a bélrendszerünk az agyunkkal. Lefordíthatjuk ezt bélagytengely vonatkozására is, illetve szeretnék érinteni bizonyos olyan ma divatossá vált kórképeket. Értsétek ezt sajnos úgy, ahogy mondom, nagyon sokat dobálózunk ezekkel a betegségekkel, amelyek valójában idegrendszeri tüneteket hoznak, de mint az előadásban ki fog derülni, teljes egészében az emésztőrendszer koordinációja, illetve az emésztőrendszer egészségének az eltolódása kapcsán jönnek létre. Miről szeretnék beszélni? Most azért is tettem föl ezt a diát, mert mindenféleképpen fogok néhány betegséget konkrétan említeni, de nem az a célom, hogy erre egyértelműen most egy javallatot adjak. Nem is tehetem meg, és nem is ez a szándékom. Információkat szeretnék nektek szolgáltatni. Arról elsődlegesen, ami a képen látható, az a rendkívül összetett bélflóra, ami közel ezerféle különböző baktérium, gombafaj, némi vírus, némi parazita alkotja, de ez egy egység. Ez egy önálló szerv. Mint tudjátok, akár korábbi előadásokból is, hogy igazán mi csak egy tized részt vagyunk emberek. Ugyanis 9/10 részt baktériumokból állunk. Minden tizedik sejtünk csak testi sejt, a többi 9 az valójában egy baktérium a bélflóránkban. Nagyon furcsa ezt így kijelenteni, meg végig gondolni. Egy olyan hatalmas egységben működő szimbiotikus közösség valójában, amely képes arra, hogy a komplett emberi szervezetet irányítsa. És ez az irányítás, ez, ahogy Tamás is említette a bevezetőben, ez mára már nem kérdés. Tehát tudjuk, hogy van bélagytengely, tudjuk, hogy mi történik, ismertek a folyamatok, ismert ez a kétirányú kommunikáció a bélrendszer és az agyunk között, hogy ahogyan táplálkozunk, ahogyan feldolgozza az emésztőrendszerünk az ételt, ahogyan működnek az enzimjeink, amilyen mikrobiális flóra él az emésztőrendszerünkben, ez az egyik oldal, ő folyamatos irányítást kap fölülről, az agy irányából, mikor vagy éhes, mikor vagy szomjas, a hiányokra való figyelmeztető jelek is jönnek az idegrendszer útján, a stresszre is válaszol az emberi szervezet, de erről majd beszélünk. Míg a másik oldal, a visszamenő oldalra, pedig az emésztőrendszer meghatározza, és az ott lévő flóra, enzim folyamatok, az ott lévő táplálékok feldolgozása, a szokásrendszereinket, a viselkedésünket. Tehát a bélflóra határozza meg azt, hogy te milyen ember vagy. Igen, gyakorlatilag azt kell mondani, hogy igen, drámai módon befolyásolja a bélflóra összetétele a viselkedés mintázatokat, a te pszichés állapotodat, a leterheltségedet, a stresszre való válaszreakcióidat, hogyan dolgozol fel információkat a külső környezetből, hogyan fogadod ezt be, és milyen reakciód van rá. Az emésztőrendszer és az agy kétirányú kommunikációt folytat egymással. Ezt hívjuk bélagytengelynek. Mikor készültem az előadásra, ugye azért ugye nem, ez egy nem szakembereknek szóló előadás. És szerettem volna olyan dolgokat is beletenni, amelyek a szakemberek számára is nagyon érdekes információk lehetnek, de én meg szeretném inkább a
hétköznapi emberrel értetni azt, hogy ez mekkora jelentőséggel bír a mai világunkban, amiről most beszélni fogunk. Úgyhogy nagyon sok irányból közelítettem meg ezt a dolgot. Ahogy készültem az előadásra, a Nature nevezetű komoly nemzetközi folyóiratnak a mikrobiológiával foglalkozó cikkeibe is belelapoztam, és csak egy keresőszót írtam be. Mégpedig azt, hogy bél agytengely, ugye angolul, ez a gut brain axis, amit láttok a képen. Az elmúlt évekből közel 700 különféle tanulmány, csak ami a Nature-ben jelent meg. Napi szintű állandó kutatások tárgya ez. Nem hiába a gyógyszeripar és maga az orvoslás is igen-igen aktívan közreműködik ma ezekben a kutatásokban. Látni fogjátok, vagy legalábbis utalni fogok rá, bizonyos baktériumtörzsek elszaporodása az emésztőrendszerben, vagy bizonyos baktériumtörzsek hiánya az emésztőrendszerben, a bélflóra felborulása, egyértelműen bizonyos betegségek előfordulásának a gyakoriságát megnöveli. Éppen ezért logikus, ha bizonyos prebiotikus, probiotikus készítményekkel, fermentált élelmiszerekkel, táplálkozással beviszünk élő anyagokat az emberi szervezetbe, és ezek meg fogják változtatni a betegségekre való hajlamainkat. Megváltoztatja a viselkedésünket, a gondolkodásmódunkat, és kompletten az egész emberi anyagcserét. Érinteni fogok egy témát még, nevezzük ezt ADHD-nak. Szerintem sok ember számára ismerős lehet ez a fogalom. Ez, amikor az előadás elején arra utaltam, hogy nagyon sokat használunk ma olyan orvosi kifejezéseket, olyan esetekre, amire azt gondoljuk, hogy az. Na, az ADHD ilyen. Ez egy figyelemhiányos betegség, ugye, amelyre ugye egy zavar, egy viselkedési zavar, ami általában a gyerekeknél jelentkezik 12 éves kor alatt jellemzően, de igenis a felnőtt populációban is jelen van. Ez nem egy egyszerűen leírható betegség, viszont mi benne a mégis azt mondom, sajnos már hétköznapi. Pár gondolatot összeszedtem. Ez is egy szindróma. Az én szememben ez nem különbözik azoktól a civilizációs betegségektől, amelyekről eddig beszéltünk. A figyelemhiányos zavar, ez a bizonyos viselkedési mintázatoknak a megváltozása, a szokásrendszereknek a megváltozása, ez egyértelműen egy civilizációs betegség. Ilyen régen nem volt. Ez egyértelműen leírt folyamatok következtében alakul ki. Hátterében ugyanúgy civilizációs ártalmak állnak, és igenis gyulladások következnek be az idegrendszerben. Anyagcsere zavarok, emésztőrendszerben felszívódási zavarok. Gondoljunk csak bizonyos, egy másik betegségem az autizmusra, ahol az autizmusban az idegrendszeri kórképek és az emésztőrendszeri kórképek kéz a kézben járnak. Bizonyos ételekre intolerancia van, bizonyos ételek pedig kimondottan javítják a mentális funkciókat. Mi ez, ha nem bélagytengely? A hátterében a környezeti terhelés áll. Az elképesztő inger gazdag környezet, amiben élünk, és a mai gyerekek nevelkednek. A családi háttér rendkívül fontos. A gyerekek stresszei, ami valójában is stressz. Nem csak a felnőtteknek vannak stresszei. Csak a gyerekeken ez nem úgy látszik. A tudomány egyetért abban is, hogy genetikai háttérnek lennie kell, mert ez
ez a genetikai háttér, erre szoktuk mondani, hogy hajlam van rá. Valakinek hajlama van az epe problémára, van akinek a gyomor problémára, szívérrendszeri problémára, de a hajlam az nem betegség. A hajlam az egy olyan tényező, amelyet te az életedben, a te életfelfogásoddal, táplálkozásoddal és a te életszemléleteddel, viselkedés mintázataiddal tudod aktiválni, vagy éppen deaktiválni. Ezeket hívjuk környezeti faktoroknak, amelyek ezt beaktiválják. Ez magad vagy te, a stresszeid, a táplálkozási szokásaid. Egy ilyen betegség, mint az ADHD, felismerése ez egy szakembernek a feladata. Nagyon sok gyerekre igaz lehetnek ezek a tünetek, és ezek oldalakon keresztül le vannak írva, hogy mire kell figyelni, nem tud koncentrálni egy dologra a gyerkőc, nem úgy tud figyelni, elkalandozik, párhuzamosan nagyon sok méle dologgal foglalkozik, egy bizonyos dolgok nagyon érdeklik, míg más dolgok pedig, amik hétköznapi dolgok lennének, attól teljesen elzárkózik, sőt problémát okoz neki a megoldása. Tanulási zavarok. Tényleg oldalakon keresztül ecsetelve, hogy milyen szimptomák, milyen tünetek vannak. Most akkor azt mondhatnám az én gyerekeimre is a másik szobában, hogy igen, akkor lehet, hogy ő is beletartozik ide? Nem. Ne tévesszük össze egy konkrét több lépcsőből álló diagnózis felállítása a szakember feladata. Azok, ezek a tünetek, amelyekkel ma élünk, és mai gyerekeink nagyon sok esetben élnek, ezeket sajnos ez a mai világ hozza magával. Ezeken változtatni lehet, és ez nem betegségként értelmezhető. Civilizációs ártalom, igen, és ezért a megoldás csak komplex módon lehetséges, úgy, ahogy egy igazi civilizációs ártalmat lehet kezelni, ahogy egy szívérrendszeri betegséget, egy emésztőrendszeri betegséget. Holisztikusan, több irányból megközelítve. Közelítsük meg több irányból. Miért van az, hogy az emésztőrendszerünk szenved a 21. században? Azért, mert számára legtöbbször emészthetetlen, vagy olyan anyagokat viszünk be, amelyek az emésztőrendszer működését, az enzimrendszereinket, vagy a bélflóránkat egyszerűen megterheli. Olyan mértékű terheltség alatt él, amelyet nem tud már egyensúlyban tartani. Ezek azok az élelmiszerek, amiket itt láttok. Ezek azok a feldolgozott élelmiszerek. És amikor visszamegyek egy diával, és amikor olyan élelmiszerekkel és ételekkel találkozik az emberi szervezet, amelynek előnyös tulajdonságai vannak a működésével kapcsolatban, hirtelen helyreáll az emberi szervezetben az egyensúly. Úgy képzeljétek el, hogy van egy hatás, és van egy ellenhatás. Nevezzük ezeket kompenzációs reakcióknak az emberi szervezetben. A kompenzáció arra szolgál, hogy a hatást közömbösítsük, és felállítsunk egy új egyensúlyt, ami lehetőleg hosszú távon fenntartható. Amikor ez a hatás olyan erős, és olyan tartós, hogy a kompenzációs reakciók idegrendszeri, immunrendszeri, hormonális, táplálkozásból adódó, sorolhatnám, reakciók ezt nem tudják egyensúlyban tartani, akkor tartós változás következik be. Ez már a betegség. Az emberi szervezetnek ezek a tartalékai azok, amelyek ezeket az egyensúlyokat fent tudják tartani. A tartalékok pszichés, fizikai tartalékok. A fizikai tartalék a táplálkozásból van. A vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek, antioxidánsok, a bélflórát tápláló
prebiotikus rostok, ezek mind ide tartoznak. Zsírsavak, omega-3, és sorolhatnám ezeket. Ha tovább gondoljuk, hogy akkor mi is lenne a feladatunk, az, ami minden civilizációs ártalom esetében, és a Zinzino Egészség Programnak egy fontos küldetése és üzenete, táplálkozz változatosan, és keresd meg a számodra legmegfelelőbb étrendet. A lehető legkevésbé feldolgozott élelmiszerekkel terheld meg a szervezetedet, és a lehető legtöbb természetes, vagy természetes formájában jelenlevő élelmiszereket, tápanyagokat fogyaszt. Nagyon érdekes példa az, és az ADHD-ról fogok végig beszélni, és ezekről az idegrendszeri, emésztőrendszeri, bélagytengei zavarokról. Nagyon érdekes az, hogy az autizmusban is kimutatták, hogy gyakorlatilag a gluténérzékenység az elképesztően magas. Sőt, ha kicsit szélesebb körben vesszük, akkor minden egyes beteg, aki autista, vagy minden egyes autista, vagy minden egyes olyan betegségben szenvedő ember, akinek idegrendszeri korképei vannak, az legtöbbször az emésztő rendszerében fehérje érzékeny. A glutén egy fehérje. A tejben lévő kazein egy fehérje. Erre érzékenyek lehetünk, tolerancia lehet az emberi szervezetben, vagy intolerancia. Az én szervezetem egész jól tolerálja, és lehet, hogy még a jelenlévők 70%-ában is jól tolerálják. De van, aki már nem nagyon bírja a kenyeret, a tésztaféléket, tehát a glutént. Érzi, hogy problémája van. Van, akinek kimondottan már vérképből is kimutatottan akár autoimmun betegsége lehet a gluténtől. Érzékenységbeli különbségek vannak. De tény az, hogy amikor ilyen figyelemhiányos zavarról beszélünk, tehát ADHD-ról is beszélünk, akkor a glutén egy nagyon nagy ellenség. Miért? Azért ez az emésztő rendszerünknek a nyálkahártyája, a vékonybél nyálkahártyája. A glutén, amit nem tudunk megemészteni, mert nagyon kevés enzimünk van rá, aki érzékeny rá, vagy érzékenyebb a nyálkahártyája, ilyen réseket csinál a bélfal között, bélnek a sejtjei, a bél hámsejtjei között. Ezt hívjuk úgy népies néven, hogy áteresztő bélszindróma. Átjut a glutén, mint allergén. És ha megvan a genetikai hajlam, ez a bizonyos HLA-DQ2, HLA-DQ8 genetikai módosulás, egy pici mutáció, akkor már azonnal ez egy azonnali immunreakcióba teljesedik ki, és ezek az ölősejtek elkezdik bántani a saját sejtjeinket. Ennek az allergénnek a hatására. A csontsejtedet, a bőrödben, a kötőszövetedben, az agyadban, a májadban, a hasnyálmirigyben, vagy épp a pajzsmirigyben. Az autoimmunitás és az autoimmun pajzsmirigy betegségek és idegrendszert, hormonrendszert érintő autoimmun korképek hátterében, igenis a glutén a legtöbbször ott áll. Vagy a gluténhez hasonló allergénfehérjék. És van egy nagyon érdekes dolog, hogy ez a bizonyos fehérje, ami emésztetlen, bekerül a vérbe, hiszen átjut a bélfalon, mert lyukas lesz a bélfal, és bizonyos morfinszerű vegyületekké alakul. Ez nagyon jó oldékonysággal bír, és átjut az úgynevezett vér-agygáton. Lefordítom, maga ezek az allergének és az általuk létrehozott gyulladásos reakció bejut az agyba. Honnan indultunk? Onnan, hogy glutént eszel. És hova jutottunk? Oda, hogy bejut az agyadba, és bejut az ideg végződésekbe, és bekötődik azokra a receptorokra,
amelyekkel utána függőséget okoz, vagy éppen allergiás reakciókat fog, fájdalmat fog kiváltani, és még ezer egyféle dolgot. Egyértelmű az, hogyha valaki a gluténnel találkozik, a szervezete, és gyakorlatilag ez mindenki érint, attól függően, hogy számára az ő emésztőrendszere mennyire toleráns ezzel az anyaggal szemben, kialakulhatnak betegségek. Elég kicsi az ábra, és most csak kimondottan az idegrendszeri kórképekkel szeretnék pár szót itt foglalkozni. Bele van írva krónikus fáradtság szindróma, szklerózis multiplex, Parkinson-kór, ADHD, itt van, mutatom az egérrel egy icipici kis rész, ADHD, koncentrációzavarok, fájdalmak, neuropátia, tehát idegi fájdalmak, depresszió, szorongás, ez a frusztráltság, nyugtalanság szindróma, fejfájások, ezek a szimptomák mind összefüggésben állhatnak a gluténbevitellel. Szóval a táplálkozás oldaláról ez a témát, ha megfogjuk, akkor igenis, mire kell törekedni? Allergénmentes étrend. Olyan étrendre, ami elsődlegesen gluténmentes, én mellé teszem a kazeint is, tehát tejfehérjementes, és onnantól kezdve már csak kísérletezés, hogy kinek milyen irányok lesznek a megfelelők. Fontos, hogy teljes értékű legyen. Ha nem, ki kell egészíteni. Ki kell egészíteni vitaminokkal, ásványi anyagokkal, sok-sok-sok antioxidánssal. És pontosan ez ugye az X-tennek is az üzenete, tudjátok, hogy egy komplex formula, ami támogatja az immunrendszer normál működését. Az autoimmun egy nem normál működés. A sima immunitási működésekhez ezekre az anyagokra szükség van. Nagyon nagy szüksége van a szervezetre jó minőségű fehérjékre, aminosavakra, de el kell bontani. Ezekhez majd enzimekre lesz szükség, amit a táplálkozással, az élő ételekkel érdemes bevinni. Nyers zöldségek vonalával, növényi csírákkal, magas enzimtartalmú, fermentált élelmiszerekkel. Kétségtelen tény az, amikor az X-Tendről vagy az X-Tend Plus-ról beszélünk, hogy szinte minden témánál fel lehet hozni. Ez a téma sem kivétel, mivel az idegrendszeri folyamatokhoz nagyon-nagyon sokféle enzimre, tápanyagra, vitaminra van szükség, és mivel táplálkozás útján jutunk ezekhez, és a táplálkozásunk az egyik probléma, ezért legtöbbször kell kiegészítés, és ezért kerül mindig szóba az X-Tend, mert egy nagyon széles körű kiegészítő. Nézzük meg a bélagy tengelyt most kicsit fölülről. Jó, tehát az idegrendszer oldaláról, a vezérlő oldalról, aki az irányítást adja, az utasítást küldi. Ha normál utasítás van, akkor nincs is probléma. Csak az a baj, hogy az emberi agyban a biokémiai folyamatok nagyon sokszor a stressz hatására, és nem szeretném részletezni, mert tényleg itt mindenről lehetne beszélni, de korábbi előadásokban külön téma volt a stressz. A stressz hatására megváltozik az emberi szervezetben az úgynevezett idegi ingerület átvivő anyagok, más néven neurotranszmitterek, tehát idegi ingerület átvivő anyagoknak az aránya. Tehát amit a képen láttok, hogy szerotonin, dopamin, van még ezen kívül olyan 6-7, ami ide nagyon fontos lenne említeni, adrenalin, noradrenalin, GABA, glutaminos vonal, sok. Ezeknek az aránya változik.
És kimutatott tény az, hogy a bélagytengely problémájakor a dopamin szint az erőteljesen növekszik. Ez mindig valaminek a rovására megy. Általában a szerotonin szint csökkenésével jár együtt. Ezek a hormonszerű anyagok, hormonok, idegi ingerület átvívő anyagok befolyásolják az emberi viselkedést és a mentális egészséget. Sőt, kompletten az egész emberi szervezet idegi és hormonális irányítását. Depresszióban, és nagyon szorosan ide illeszkedik a téma, a depresszióban ugyanezt történik. Egy szerotonin szint csökkenés történik az agyban. Majd meg fogjátok látni, hogy ennek több oka is van. Az egyik maga a stressz, ami direkt módon csökkenti, a másik pedig majd látni fogjátok, az emésztő rendszerben keresendő. Tehát ezeknél a kórképeknél megváltozik az agy biokémiája. Ha megváltozik az agy biokémiája, akkor megváltoznak a lefele menő utasítások az emésztő rendszer irányába. Különféle idegpályákon keresztül történik ez. És mint látjátok, ez egy stresszhormon. Az beidegzés hatására stresszhormonok szabadulnak fel a bélnél is, megváltozik a bélflóra összetétele a stressz hatására. A bélflóra, az előadás második felében többet beszélek róla, érzékeny, rendkívül érzékeny, és most az idegi folyamatokra fókuszálunk, az a stresszre nagyon érzékeny. Teljesen más közeget teremt a stressz az emésztőrendszerben, amelyet bizonyos bélflóra összetevő szeret, bizonyos bélflóra összetevő pedig abszolút nem bír elviselni. Megváltozik a bélflóra, bizonyos betegségekre jellemzően átalakul, és ennek hatására a bélrendszerünk teljesen máshogy kezd el működni. Például nem termel 5-HT. Ez egy 5-hidroxitriptamin nevezetű anyag, amiből a szerotonin lesz. Tehát az emésztő rendszeredben a vékony bél sejtek nem kezdenek szerotonin termelni, mert megváltozott a bélflórát. Mire való a szerotonin? Hogy az agyban az egyensúlyt fenntartsa, hogy ne legyél depressziós, hogy ne legyél figyelemzavaros, és sorolhatnám. A bélagytenge egy tipikus problémaköre a szerotonin termelés zavara. 200-szor annyi szerotonin termelődik a bélben, mint magában az agyban. De az itt termelődő szerotonin az agyban használódik fel, vagy használódna fel. Megváltozik a komplett immunrendszer működése. Ez is egy téma volt már korábban. Nem kezdenek el a bélflórád, nem termel bizonyos zsírsavakat. Megváltozik a zsíranyagcsere. Hiányok lépnek fel. A GABA, ez egy aminosav. Egy nagyon fontos aminosav az agyban. Szintén nem fog megfelelő mennyiségben termelődni. Mi ez, ha nem bélagytengely? Most jelenleg a lefelé mutató oldalt nézzük. A föntnek a lentre való hatását. Ez az a bizonyos szerotonin probléma. Az emésztőrendszerben keletkezne, az agyban fejtené ki a hatását, de ez megváltozik. Ezt mutattam az előbb. És ezáltal változnak meg az agyi folyamatok és a viselkedéseink, viselkedés mintáink. A másik dolog pedig az, hogy a stressz direkt módon, egyenesen ezen a szimpatikus idegrendszer úgynevezett oldalon folyamatos, állandó nyomás gyakorol az emésztőrendszerünkre. Megváltoztatja a sebességét az emésztésnek, nem lesznek emésztőnedveink, összeszűkülnek a vérerek, nem lesz vérellátás az emésztőrendszerben. Úgy hogy van emésztés valójában? Csökkenni fog a felszívódás.
nem fognak hasznosulni a tápanyagok, amiket megeszel. Tehát a stressz ilyen formában is befolyásoló az emésztőrendszer működésére. Úgynevezett indirekt módon, vagy közvetett módon. És még egy csúnya ábra van, ez pedig az, amit úgy hívunk, hogy a második agyunk, az maga az egész emésztőrendszernek az idegrendszere. Az agyunkban van a legtöbb idegsejt, és a legtöbb idegvégződés. De a második legtöbb idegvégződés és idegpálya és idegsejt, az pedig az emésztőrendszerünkben van. Ez egy nagyon fontos összefüggés. És a kettő folyamatos kommunikációban áll egymással. Ez egy önálló, autonóm idegrendszer. Ő önállóan is tud működni, de felülről irányítás alatt is áll. Ezért van az, hogy tudatosan nem tudod befolyásolni, hogy hát most egy kicsit gyorsabban akarok emészteni, most kicsit lassabban, mert ez egy nem tudatosan befolyásolható folyamat. Ezek az idegpályák fogják ezt létrehozni. Ezáltal a stressz rendkívül sok mindenre hatást gyakorol. A nyálkahártyára, az epédre, a felszívódásra, az immunfunkciókra, az érzékenységekre, ételérzékenységekre, az ott lévő idegrendszeredre is, tehát az emésztőrendszered idegrendszerére is. A komplett hormonális hatásokra, lásd szerotonin, megváltoztatja a flóra összetételét, tehát bizonyos kórokozók is elengednek, felengedhető lesz, tehát elszabadulnak kórokozók. A stressz kezelése nagyon fontos. Az alvás minősége nagyon fontos. A regenerációs idő kitöltése nagyon fontos. Éppen ezért kulcsmechanizmus az, hogy mindenkinek legyen stresszkezelési mechanizmusa, nevezzük azt regenerációnak, pihenésnek, szabadidőnek, amiben jól érzi magát. Ha ehhez segítség kell, segítség kell. Erre pontosan nagyon jól működik a Viva, amely ugye a sáfrány kivonatát tartalmazza többek között, és egy nagyon jó úgynevezett adaptogén, adaptáció, alkalmazkodó képesség növelésével hat. Az ingerek, amelyek érnek bennünket, sokkal inkább feldolgozhatók lesznek egy adaptogén hatására. Ez maga a Viva, és ezért is én úgy gondolom a mai világban, és talán most, a mostban, ebben a terhelt covidos időszakban nagyon-nagyon előtérbe került a stressz, és ennek a kezelése. Ha most az emésztőrendszer oldalába is belemegyünk, és az ott lévő folyamatokról beszélünk, akkor tudjátok ti is azt, sokszor beszéltem már róla, hogy egy jó emésztéshez egymásra épülő logikus rendszerre van szükség. Ételre, ami jó, ami tápláló, ami emészthető, valódi élelmiszer. Egy gyomorsósavra, egy gyomorra, egy epére, egy hasnyálmirigyre, egy vékonybélre van szükség, hogy a sejtjeid tápláltak legyenek. Az, hogy az étvágyat, az étkezést, az evést, az ételeink feldolgozását enzimatikus úton, a te kalória és energia egyensúlyodat, háztartásodat, hormonok és idegrendszer befolyásolja, ez szintén nem újdonság. Ez az ábra valójában egy másik szemszögből vizsgálja a bélagytengelyt. Hiszen nem csak idegi mechanizmusok, hormonális, jelátviteli mechanizmusok is vannak. És itt van fönt, itt az agyban az a kis központ, a hipotalamus, amelyet fölülről, vagy kívülről ugye a stressz is szabályoz, az érzékszervekkel felfogott külső környezet, alulról, az emésztőrendszer részéről, a tested részéről,
pedig idegi impulzusok, tízes számú agyideg, idegi impulzusok, hormonális impulzusok is érik. És ezeket dolgozza fel az agy. Az agy mindenről tud. Oda mennek vissza információk. Az agy adja ki a parancsot az étkezésre is. Az étel látványa, az illata, ez azonnal idegi mechanizmusok sorát indítja be az emésztőrendszerben. Felkészül a szervezeted az étel befogadására. Majd ezt, ugye, ha ez jól történik, akkor ez egy szabályos emésztés lesz. Ha nem jól történik, ki sem tud alakulni ez a lánc, ez az idegrendszeri hormonális lánc, mert nincs időd enni. Az ételhez idő, az evéshez idő kell. Az emésztőrendszer működéséhez nyugalomra van szükség. És nem telefonnyomogatásra, meg közbe vezetésre, meg közbe stresszre. Erre nincs szükség. Ezért alakulnak ki azok a emésztőrendszeri problémák, amelyekkel korábban már foglalkoztunk. Most csak egy dolgot emelnék ki. Mi volt, amikor a gluténről beszéltem? Egy immunreakció alakul ki a gluténnel szemben. De nem csak a gluténnel szemben tud ilyen kialakulni, nagyon sok emésztetlen anyaggal szemben. És létrejön egy gyulladás. Egy krónikus gyulladás, egy tartós, perzisztáló, folyamatosan lángoló, elcsituló, mennyire vagy stresszes, mennyire eszel jól, mennyire rontottad el az adott hetedet, napodat. Ez egy állandó játék. Minél több gyulladás csökkentő és emésztés segítő dolog van az étrendedben, akár legyen étrend kiegészítő, vagy maga az étrend, a legjobb mindkettő, aszerint tud erre a gyulladásra válaszolni a szervezet. Ez a másik olyan tengely, ez nevezhetnénk kicsit a B-lagy tengelyhez kapcsoltan is, de most ez valójában az immunrendszerünk és az agyunk közötti kommunikációnak az ábrája. Ugyanis a stresszre, ahogy létrejön a hormonális reakció, a vérünkben és az emésztőrendszerünkben járőröző fehérvérsejtek, azaz immunsejtjeink érzékelik a stresszt. Érzékelik a noradrenalint, tehát a stresszhormont érzékelik. Egy receptor van rajtuk. És elkezdenek bizonyos anyagokat termelni az immunsejtek, amiket az agy érzékel. Ez is egy tengely. Ez is egy olyan tengely, ami állandó visszajelzést ad. Az immunrendszer tud visszajelzést adni az emésztőrendszer állapotáról, hiszen ha gyulladás van, akkor azt jelzi vissza. Ez is egy B-lagy tengely valójában. Én úgy gondolom, azok egyik, amit elmondtam, és tényleg csak üssétek fel az internetet, és most nem biztos, hogy inkább azt mondom, hogy hiteles forrásokat, ami az interneten fent van, olyan adatbázisokat, ahol nagyon jó cikkeket, szakértők jelentettek meg, hogy senki nem kételkedik abban már, hogy a bél-agy-tengely a mai világunk egyik legmeghatározóbb összefüggés rendszere az emberi szervezetben. Tudjuk azt, hogy egy egészséges bélflóra, egy úgynevezett eubiózis, eu ez egy jótékony flóra, ami ugye 9-szer annyi baktérium alkotja, mint a test saját testedet összesen, ők, ha jól egyensúlyban működnek, számunkra ők jelentik az életet. Mert takarítanak, mert vitaminokat termelnek, átalakítanak anyagokat, segítik a felszívódást, nélkülük gyakorlatilag nem lenne élet. Amíg ez felborul, és létrejön ez a diszbiózis állapota, a felborult flóra, a toxinokkal teli
élősködőkkel teli, korfolyamatokkal teli lerakódásos emésztőrendszer, ez egy gyulladásos, civilizációs betegséget tud okozni. Melyiket? Hát bármelyiket. Az autoimmunitástól, az ADHD-n át, a magas vérnyomás, az civilrendszeri betegségekig, minden, a cukorbetegségig, valójában mindegyikkel összefüggésbe hozható az emésztőrendszer működése. Tudjuk azt, hogy ez a két állapot, az eubiózis, egészséges flóra egyensúly, illetve a diszbiózis, mint egy megbomlása ennek, ez az egészség-betegség mérlegnek valójában az igazi karja. Kétségtelenül már összefüggések vannak, hogy az összes olyan betegség, ami ma tizedeli a társadalmat, az diszbiózissal jár, flóra borulással jár. Amit Tamás mondott a bevezetőben, hogy létezik az úgynevezett székletransplantáció, hogy a bélsár beépítése egy másik ember szervezetébe, bélrendszerébe, vastagbelébe, úgyhogy az övét sterilizálják, ez mutatott rá nagyon-nagyon sok mindenre. Olyan betegségeket lehet ezzel valójában gyógyítani, és az orvoslásban használják már ezt, amelyek az eddigi tudásaink alapján, orvosi tudás alapján gyógyíthatatlan betegségek, autoimmun betegségek, reumatoid artritis. De ha most nem megyünk ennyire a széklettranszplantáció irányába, hanem csak azt mondjuk, hogy alakítsuk vissza egészségessé, a lehető legegészségesebbé a flóránkat. De mivel nem tudom a flórám összetételét valójában, csak tudom, hogy vannak anyagok, amelyekre nagyon jól reagál. Vannak tápanyagok, amelyeket szeret a flóra. Vannak, amelyekkel károsítom a flórámat. Akkor próbáljunk meg olyan anyagokat bevinni, amelyek ezt az egyensúly helyreállítását megcélozzák. És innentől kezdve az anyagcserezavarok, az elhízás, a gyulladás, a daganatok, a cukorbetegség, valójában minden a gyökerénél fogható és kezelhető. Tudjuk azt, hogy strukturális és védelmi funkciója van egy bélflórának. Itt van az immunrendszerünk 80%-a. 80. Én erre szoktam mondani, hogy valójában 100%-a van ott, de most egyre több irodalom azt mondja, hogy körülbelül a 80%-ban az emésztőrendszerünk felelős az immunitásunkért. Egyet kell, hogy értsek ezzel. Ők önmagában segítenek abban, hogy fel tudjuk dolgozni az élelmiszereket, és megvédenek a külső károsító patogénektől. Ezek kórokozók. Bizonyos anyagokat termelnek. És ez nagyon fontos, hogy ez így maradjon, egy egészséges flóra, egészséges emésztőrendszert fog eredményezni. Nagyon sok baktérium, nagyon sok törzs alkotja, és az arányoktól függ, hogy hol, melyik előnyös. Erre most nem szeretnék kitérni, ugyanis ez nagyon-nagyon erősen szakmai, és nincs egyértelmű állásfoglalás. De vizsgálati eredmények naponta jelennek meg a PubMed-en, a Nature-ben, hogy bizonyos baktériumtörzs, például a bifidobaktériumok közül, vagy a laktobacillusok közül ez és az és amaz a törzs, ilyen betegségben igenis előnyösen alkalmazható, mert a flórát egy olyan irányba tolja el. Egyértelműen a jövő irányvonala az, hogy a flórát ilyen pótlószerekkel, probiotikus pótlószerekkel megtámogassuk. De ez szerintem az orvoslás és a gyógyszerészet feladata lesz a jövőben, mert gyógyszerként fogják majd ezeket törzskönyvezni. Van már ilyen, mellesleg megjegyzem. Az is tény, és most megint csak és kizárólag az idegrendszeri oldalára foglalkozok a flórának,
hogy összefüggésbe hozzák egyértelműen a szorongással, a depresszióval, a skizofréniával, az autizmussal és a Parkinson-korral, ha csak ezeket nézzük. Szerintem ez az ábra, amikor készült, ide lehetett volna azóta még tenni az ADHD-t. Ugyanúgy. És minden egyéb idegrendszeri, agyban lejátszódó funkciózavarokat. Ha megfelelő módon olyan élelmiszereket fogyasztunk, amelyeknek magas a prebiotikus értéke, tehát mint prebiotikumként, mint a bélflórát tápanyagaként szolgál, akkor valójában mit csinálsz? Azt csinálod, hogy egy felborult flórában, ami miatt az felborult, az táplálkozási faktorokkal és stresszfaktorokkal állhat összefüggésbe. Én nem tudom megmondani azt, hogy melyik törzs növekedett meg nagyon a bélrendszeredben vagy a bélrendszeremben. Azt se tudom megmondani, hogy melyik csökkent le. De azt tudom, hogy a számomra jótékony flóra, aki kialakítja az eubiózist, az egyensúlyt, ők prebiotikus rostokon élnek. Tehát, ha én táplálom a bélflórám azon részét, amely egyértelműen egészséges, akkor a bélflórám egyensúlya helyre tud állni. Ezért fontosak a prebiotikumok, és nem csak a probiotikumokra, tehát a baktérium, bél, flóra, pótló baktériumokra hegyeznénk ki a hangsúlyt. És itt jön be ugye a zinobiotiknak, a zinobiotik plusznak a szerepe. Mert ez egy olyan rostkomplex, élelmi rostkomplex, amely a jótékony bélbaktériumok felszaporodását támogatja. Képes arra, hogy ezek a flórát alkotó baktériumok ezt ugye megeszik, értsétek, ahogy mondom, nekik ez a táplálékuk, különböző fajta rostok, különféle baktériumokat táplálnak. Az a zseniális a zinobiotikban, hogy 8 féle ilyen rost kombinációjában áll össze, és ezek a rostok különféle bélflóra összetevőket támogatnak. Kicsit ide tartozik a sék is, hiszen a rohanó világban nehéz egy teljes értékű ételt sokszor elfogyasztani. Hát főleg most, hogy még egy jó étterembe se tudsz elmenni. És sokszor a rohanás is ugye megakadályozza azt, hogy egy normális ebédet elfogyassz. És itt jön be ez a kérdés, hogy akkor nézzük meg például egy olyan élelmiszer, és itt jön be a zinobiot, a linségnek a kérdésköre. Egy olyan élelmiszert fogyasszunk ilyen esetekben, ami teljes értékű, gyorsan elfogyasztható, és valójában minden olyan dolgot tartalmaz, amit az elmúlt szűk egy órában már elmondtam nektek. És záró gondolatként, utolsó ilyen témakörként, picit az idegrendszer és az idegrendszert és az emésztőrendszerünket alkotó sejtek világáról beszélnék. Minden egyes sejtünk ahhoz, hogy normálisan tudjon működni, stabil sejt szerkezettel kell, hogy bírjon. Ezt hívjuk sejtmembránnak, ami körbeveszi a sejtet, amin keresztül kommunikál a külső környezettel. Van egy ilyen kifejezés, hogy a sejtek fluiditása, a sejt hártyának a fluiditása, hogy mennyire stabilan működik az adott sejt. Milyen jól tud kommunikálni mondjuk 2 idegsejt egymással. Ha nem jó a sejt élete, rossz a sejtmembrán összetétele, nem lesz megfelelő ingerület átvezetés a 2 sejt között. Ezt hívjuk sejtek plasztikusságának. Az idegsejtek plaszticitásának megváltozása valójában a szerkezetének a megváltozását jelenti. És ez összefüggésbe áll azzal, hogy milyen zsírok alkotják a sejthártyát.
Ha sok omega 3 van a sejtmembránban, a sejt plasztikus marad. Egyensúlyban van, megfelelően tud kommunikálni akár két idegsejt egymással. Vagy a vékony bél hámsejtje megfelelően tud záródni. Ellenállóbb lesz az allergénekkel szemben. Az, ami ezt az egészet felborítja, az meg az omega 6. Az omega 6 zsírok, amik ma az étkezésünkben egy tetemes mennyiségű, hát terhelő anyagot tartalmaznak. Ez gyulladást kelt. Ez megváltoztatja a sejt fluiditást, a membrán stabilitását, az idegrendszer stabilitását, és gyulladást kelt. Míg az omega 3 ennek pontosan a 180 fokos ellentéte. Itt jön be a balanszolaj kérdésköre, mint az egész Zinzino koncepció alapja. Hiszen gyulladás csökkentés, sejt szinten dolgozunk, minden sejtnek, amely megújul, és amikor egy sejt már öregszik, akkor programozottan elhal. Majd újjászületik egy másik formában, de abból épül fel, azokból az építő anyagokból, amit a véredben, a testedben jelen van. És ha sok omega 6 van, akkor abból fog újraépülni, ami egyértelműen rossz működést fog eredményezni. És csak arról a 10 trillió sejtedről beszélünk, ami alkot téged. Ha omega 3-at talál a felépítő mechanizmus, akkor omega 3-at épít be a sejtmembránba, és egészségesen fog működni a sejt. Ez egy nagyon alapvetően komplex termék, hiszen antioxidáns sokat is tartalmaz, ami valójában arra szolgál, hogy a természetben is így hasznosul az omega 3 antioxidánsok jelenlétében. És ha megnézzük azt, hogy az átlag körülbelül 10 millilitelnyi mennyiség, ami szükséges, közel 2000 mg omega 3-at, EPA-t és DHA-t tartalmaz, ha összeadjuk a kettőt, mert 1800 körül van 12 milliliterben. De az össz omega 3 mennyiség, az közel 2000 mg, mondjuk 10 milliliternyi mennyiségben. Ez sok. Ez nagyon, nagyon, hogy mondjam, egy nagyon célzott irány. Az ajánlások, amelyeket a WHO megfogalmaz, azok ennél kisebb mennyiségek. Igen ám, csak tudjátok azt, hogy amik egy egészséges táplálkozásnál, mindennapi használatnál elégséges, az nem biztos, hogy elégséges már egy felborult rendszernél, már egy omega-6-tal eltolódott anyagcsere állapotban. És ezt megerősíti az a tény is, hogy megnéztem a szakirodalmi hivatkozásokat is, ajánlásokat is, hogy mondjuk ennél az ADHD esetében milyen kiegészítők, étrend és étrend kiegészítőket javasol. Azokon felül, amit elmondtam a táplálkozási oldalról. Azt mondja, hogy napi 2000 mg EPA plusz DHA összmennyiség lenne szükséges. Ennyi a napi dózis a balanszolajból is. Ugyanis a sejtek membrán fluiditását és stabilitását növeli, ezáltal javulhat az anyagcsere. Erre hivatkozik. A cink, ami többek között az ingerület átvívő anyagoknak a moduláló hatását csinálja, gátolja ezt a bizonyos dopamin túlszabályozást. És hát egyértelműen ennek a hátterében javul az idegsejtek anyagcseréje, és csökkenhet a hiperaktivitás tünete. Magnézium. ADHD-ben magnézium hiány van általában. Nem azért, mert keveset fogyaszt belőle a gyerkőt, hanem mert sok használódik el belőle. Sokkal inkább ellenállóbb lesz a stresszel szemben, és ezek a környezeti hatások, impulzusoknak a befogadására jobban alkalmas lesz a szervezete. Probiotikumok és prebiotikus hatású ételek.
autizmus zavarban, ADHD-ben, IBS-ben, ezekben mind-mind szorongásos kórképekben, depresszióban egyértelműen leírt előnnyel rendelkeznek. És egyre több cikk jelenik meg a megváltozott bélflóra, a probiotikus típusú ételek, élelmiszerek, vagy maga a probiotikum adása és a tünetek megváltozása között. Nagyon sok B-vitamint, kofaktorokat használ el a szervezet, és vasfelszívódási zavar is van ilyenkor. Tehát ezek egyértelműen előnyösek lehetnek ilyen probléma esetén. Igazán ez az előadás is, mint minden előadás, tudjátok, a prevencióról, a megelőzésről szól. A figyelem felhívásról szól, hogy nagyon értékes dolgok vannak a kezünkben, amelyekkel lehet befolyásolni anyagcserét, lehet befolyásolni különféle folyamatokat az emberi szervezetben, amelyek akár betegséghez is vezethetnek. De ennek az a módszere, hogy egy tartósan meg kell változtatni a szokásainkat, az egészséghez való hozzáállásunkat, gondolkodásmódunkat. És ebben nagyon sok mindenben segít az Inzino koncepció. Ezek az előadások, a hozzátartozó termékek, termékportfólió, módszerek, megosztások, amelyek tapasztalati úton történnek. Záró gondolatként fogadjátok tőlem a már szokásossá vált Dalai Láma gondolatot, akit amikor megkérdeztek arról, hogy mi az, ami leginkább meglepi őt az emberiséggel kapcsolatban, akkor ezt válaszolta, hogy maga az ember. Mert feláldozza az egészségét, hogy pénzt keressen. Azután feláldozza a pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét. És mivel olyan izgatott a jövőivel kapcsolatban, elfelejti élvezni a jelent. Az eredmény az, hogy nem él sem a jelenben, sem a jövőben. Úgy él, mintha soha nem halna meg, és aztán úgy hal meg, hogy soha nem is élt igazán. Ez a gondolat azért nagyon áll hozzám közel, mert a máról szól, és arról, hogy a prevenció az a máról szól. Ma tudod elkezdeni, ma már lehetőséged van rá, tegnapról már lecsúsztál, és a holnap pedig még lehet, hogy soká lesz. Úgyhogy meg szeretném köszönni a figyelmeteket, nagyon jó egészséget kívánok, vigyázzatok magatokra, szép estét, sziasztok!